Ugye van, hogy ne nagyon távolodjunk el a gyermekotthonok világától. Ugye van egy kalocsai pap, akit azt hiszem M-atyaként emlegettem, de egy másik újságíró kollégám, Balaván György meg is nevezte, de hogy őnek ugye az a története, hogy egy éppen 18 éves papnak készülő fiúnak szerelmes leveleket írogatott. Onnan tudjuk biztosan, hogy ez a történet megvan, mert hogy ezek a szerelmes levelek ezek fennmaradtak, és utána ez a 18 éves fiú elment az érsekhez, Bábel érsekhez, és hát egy bejelentést tett, hogy őt így zaklatja ez a pap, és ez a pap a mai napig a helyén van, és hát egy rangos templomot vezet, annak ellenére, hogy megírtuk ezeket az ügyeket, és azt is megírta a Balavány kolléga, hogy ő bizony átjárogat a templom szomszédságában lévő ilyen gyermekotthonba, és hát ugye azt mesélték neki a gyerekek, hogy ott borozgatás volt, és most ennél több részletet nem tudunk, de hogy ott is egy elég aggasztó esetet írtak le, de hát az például az simán előfordul, hogy valakit volt egy olyan piarista szerzetes, akit a rend kirakott, és aztán azért mert kétszer is lebukott az a gyerekeket molesztált, és akkor átvette a Kis Rigó László püspöksége, akkor még nem a Kis Rigó volt a püspök, de most ő a püspök, és akkor írtam neki, hogy jó, hát akkor én most feltártam, hogy hát ki ez az ember, lesz-e valamilyen vizsgálat, hiszen hát maga az egyház, tehát a piarista rend mondta ki, hogy ő visszaeső gyerekmolesztáló, gondolom, hogy jó lenne egy vizsgálat, vagy hát terveznek-e ilyet, és akkor visszaírtak, hogy hát nem. Hát akkor igazából meg tudod erősíteni azt, hogy püspöki szinten zajlik falazás gyermekbántalmazási vagy molesztálási ügyekben? Igen, nyilván a falazás, ez egy értelmezési kérdés. Az, hogy lenne jogi lehetőségük ennél többet tenni ezeknek a püspököknek, tehát mondjuk Bábel érseknek vagy Kis Rigó püspöknek, az biztos. Tehát, hogy ők indíthatnának egyházi eljárást, elmehetnének a rendőrségre. Ugye időközben meghalt aki a Kis Rigó püspökségébe ment, ő már meghalt, de a másik plébános az nagyon aktív, és sokat szerepel a tévébe, és megáld mindent, ami elé kerül.